Sziasztok, ez itt a Blockchain Bloom Hungary, a blockchain tudásforrás. Én Pinky Attila vagyok, és a mai videóban is fogok beszélni természetesen a legújabb fejleményekről, hogy mi is történik jelen pillanatban ebben az orosz-ukrán helyzetben, ami természetesen most már az egész világra kihat. Aztán a második hír, amiről beszélni szeretnék, hogy az eBay CEO-ja bejelentette, hogy hamarosan az eBay-en is lesz kriptofizetési lehetőség, valamint itt van Dél-Korea, aki 187 millió dollárt investál egy nemzeti metaverzum projektbe. Ezek lesz a mai videóban, és persze hozom majd a kérdésekre a válaszokat a videó második felében. És ne felejtsétek el az akciót, ugye, hogy a CoinCash ATM-jeiből egyébként, amiből 28 van Magyarország szerte, ugye 50 os tranzakciós díj kedvezménnyel tudtok ugye akár vásárolni, akár kivenni pénzt. A részletek itt a videó alatt egyébként megtalálod. A BCB kódot kell használni, tehát a Blockchain bloomnak nak értemszerűen a kódját, és jár neked az 50% kedvezmény. Na jó, és akkor ne felejtsétek el, hogyha még újak vagyok a kriptó területén, de látjátok, hogy mi történik most a világban, miért is fontos megérteni, hogy mitől működik a bitcoin, mi is ez a bitcoin, mi is ez a kriptovaluta, ami egy decentralizált rendszer, és nem olyan, mint ez a centralizált rendszerek, amik egymás után buknak el, látod, hogy a bankba tartod a pénzed, milyen szankciók vannak, mi történhet veled, hogy vagy limitálva. Tehát, hogyha szeretnéd ezt az egészet megérteni, akkor ne felejtsd el, hogy van neked ez a könyvcsomagom, amit egyszerűen a kriptoskönyvek.hu-ról meg tudsz rendelni, és benne van tényleg kriptovalutákról értetően mindenkinek, kezdőknek, hallóknak, mindenkinek ajánlott. Itt van mellette egy szótár, egy kriptoszótár, hogy ezt a három csomagot megveszed, az csak úgy tudod elérni, és persze egy gyakorlati útmutató, hogy elolvastad a könyvet, tudjál valahogy igazából elindulni. Tudjátok, itt van a ö, link az ingyenes kurzusod is, azt is letöltöd, átnézheted, és csomó hasznos információ van benne, hogy ez a terület téged érdekel. De hogyha még tovább akarsz menni, akkor természetesen itt vannak azok a képzések, akár stratégiai, elemző képzés, a bitcoinról, a blokkáncról képzés, az NFT világáról, és ez még bővülni fog, hogy nektek legyen egy tudásforrás, ahonnan ti információt tudtuk gyűjteni természetesen ezeken mind videóformátumban, kurzusok ezek és magyar nyelven. És persze, ott van a Patreon csoport, most már ugye a hónap utolsó napja van, ne iratkozz fel a Patreon csoportra, ma már várd meg a holnapi napot, ahol pont ebben a helyzetben folyamatosan teszem, úgy, mint múlt héten is több videót tettem fel, a legfontosabb dolgokat, amiket érdemes tudni, ugye tettem fel most egy friss videót múlt héten a Meta, ö, maszk használatával kapcsolatban, hogy nagyon sok olyan videó jött, hogy, hogy, hogy hány embert úgymond kiraboltak, elvitték a, a, a kriptóit, a Metamaskról, és hogyha nem tartod hardware walleten, amit igazából tényleg nagyon fontos megérteni, hogy az a jelenlegi legbiztonságosabb rendszer, és ehhez is csak elérhetővé linkeket tettem. Csak a videó alá kell menned, és találsz a Ledgerről, vagy több másik hardware walletre is linket. Csak ennyi a dolgot, hogy ott el tudod érni, és, és Védd meg, védd meg saját magad a kriptódat, én azt mondom, de ott van természetesen a Metamask, és számos dolgot megtehetsz azért, hogy ne szolgáltassi magad ilyen könnyű módon. Erről is összeraktam egy videót, ez is ott van a Patreonban, és számos más, több mint száz videót, tényleg rengeteg, rengeteg anyag elérhető ott már számotokra. E, jó, akkor vágjunk is bele, és nézzük meg, hogy hogyan néz ki a piac. Tehát jelen pillanatban látható, hogy a Bitcoin 40 ezer dollár fölé ment, 40 658, ez az elmúlt egy órában 3,3%-ot ment föl, ugye a 24 óra alatt 3,6-ot, Ethereum is 2808 dolláron, csak 3,8-ot az elmúlt egy órában, tehát kicsit most úgymond kilőttünk. Nézzük, ja nem, bocsánat, azért nézzük meg az elmúlt 24 óra nyerteseit, Waves, de nem ez lesz a sorrend, hanem itt van, hogy Tera, 8% Tera nagyon jól teljesít az utóbbi időben, a helyzet ellenére nézzétek meg, amilyen helyzetben vagyunk, 7 nap alatt 61 és ugye, ne felejtsük el, hogy a nyolcadik legnagyobb kriptovaluta, tehát nem egy pici dologról beszélünk. E, aztán e, ugye itt van a következő a sorban, akkor a Waves 7,3-at ment föl, valamint 5,8-al, hogy jól látom, akkor Airwave. Aztán, hogyha a veszteseket nézzük, akkor e, Convex Finance, mínusz 8,7. Juno egy egész, hát inkább ez jön, bocsánat, a Anchor Protocol, ezt nem mindig teszem nekem sorrendbe, aztán polkodott is, egy kicsit akkor itt lehet látni az eset, de nem olyan a helyzet ahhoz képest, hogy most éppen ezekben a percekben egész jó dolgokat élünk meg, de hát ugye ez egy nagyon durva helyzet, ami most van. Ha megnézitek, akkor ennek a gyertyának köszönhető nézzétek, hogy azt az egy négy órás gyertya, tehát nyilván nem is egy napi gyertyáról beszélünk, tehát ez azt jelenti, hogy déli 12 órától számítva, egészen itt, tehát egy nagyon-nagyon széped, egy hosszú zöld gyertyát láthatunk, talán ilyet az utóbbi időben nem is láthatunk igazából. És ez azért fontos megmutatni, hogy ez a bitcoin, és hogyha átmenjünk ide, mondjuk, és megnézzük a piacokat, akkor nézzétek meg az olajára, a másik természetesen, ami megy felfelé, tehát ugye ez az inflációt is tovább segíti. De megnézzük az Egyesült Államokat, itt van az S&P 500 mínuszban, itt van a Nasdaq, az elég mínuszban volt, de most egész jól áll, legalább ez is egy kicsit pluszba ment. Ha megnézzük Európát, akkor látjuk, hogy a DAX ugyanúgy itt van mínuszban, és a többit is meg lehet a FUCI és a társai. Tehát lehet látni, hogy a tőzsdék így reagálnak, míg a bitcoin jelenlegi helyzetben azért, ami ugye, hogy nem egy centralizált dolog, hanem egy decentralizált dolog, nézzétek meg, hogy, 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 egész érdekesen reagálja le ezt a helyzetet. Természetesen meg volt a maga lefele menete is, amikor kirobbantak a dolgok, de a tőzsdékhez képest mindenképpen jobban, jobban alakult. És akkor egy kicsit tényleg térjünk rá, és beszéljünk arról, hogy jelen pillanatban mi is történtek az elmúlt egy-két napban, hiszen pénteken volt utoljára a videó, hogy is alakul most jelen pillanatban ez a helyzet. Szóval a szankciók azok, amik egyre jobban szigorodnak, azt bátran mondhatjuk. Például az egyik, hogy ugye az Európai Bizottság ugye eltávolítja az orosz bankokat a SWIFT hálózatáról, tehát hogy ami átnyúlna a határokon, és igazából ezzel ellehetetlenítve azt, hogy Oroszországban ugye menjen a pénzforgalom külföld és Oroszország között, valamint természetesen, hogy összességében az import, export is mindenképpen sok helyről blokkolva van, akkor szintén a szankciókat hozott ugye önmagám a Svájc is, ők is hasonlóan reagáltak. Elég nagy az egyetértés itt most a világban arról, hogy segítsük Ukrajnát a jelen helyzetben, és ugye nehezítsük meg nagyon Putyin dolgát. Szerintem ez összességében őt is egyébként meglepte, mert azt tudta, hogy lehetnek majd természetesen ilyen fellépések, de azt, hogy úgymond orosz barát országok is úgymond ellene fordulnak, és, 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 úgy döntenek, hogy inkább a, úgymond a világot támogatják ebbe, tehát akár Európát, akár az Egyesült Államokat, és akik nyilván hozzá tartoznak. Tehát igazából kicsit Oroszország magára maradt úgy, ahogy van ami igazából az egyedüli módszer abban, hogy ezt a burjánzást is valahogy visszafogja az ember. Nyilván ezért volt Putyinnak vasárnap azzal keserves, bejelentés olyan értelme keserves, hogy, hogy, akkor, akkor ezeket a nukleáris erőket ugye ö, élesíti, és akkor, hogy, 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 hogy készenlétbe helyezünk, inkább így, bocsánat, nem, 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 talán nem erre az élesítés, hanem tényleg készenlétbe helyezés. Tehát maga az, hogy valami drasztikus lépés kellett igazából ö, tennie, Na most, ez, amit nem tudunk, hogy hogyan fognak alakulni itt a dolgok jelen pillanatban, amikor ezt a videót veszem föl most hétfőn délután, akkor is éppen folynak a tárgyalások, ugye a delegációk között, az orosz és az ukrán delegáció ugye tárgyal, és próbálnak ugye valahogy dülőre jutni, ugye nyilván Ukrajnának a, a követelése, hogy azonnal vonuljanak ki a csapatok, és ugye itt a függesszék föl ezt az egész dolgod, legyen egy fegyverszünet, de természetesen hát ez nem olyan könnyű akkor elérni, nyilván lesznek majd követelések az oroszok részéről is. Tehát, hogy hogy fognak majd megállapodni, hogy lesz-e ebből tényleg egy villámháború, vagy pedig az lesz, hogy számos háború esetében, hogy minden villámháborúval indul, aztán utána kicsit beragadunk. Azért azt lehet látni, hogy a, továbbra is a, a, a támogatások mennek, tehát hogyha megnézitek, akkor Németország, Olaszország mind fegyvereket küld Ukrajnába, tehát ellátja Ukrajnát, azért Ukrajna a, a térség másik második legnagyobb hadseregével rendelkezik Oroszország után, és lehet látni, hogy azért ott az oroszoknál is akadnak itt az utánpótlások, tehát azért talán ilyen ellenállása, talán ilyen világösszefogásra ők nem számítottak, de hogy ebből majd természetesen mi lesz, azt az ilyen jövő zenéje, ez most egy nagyon-nagyon kritikus órákat élünk meg, és kritikus napokat, vagy akár heteket abban, annak a tükrében, hogy tényleg mi fog itt történni. Ugye, ha megnézzük, az orosz gazdaság az olvad, tehát elkezd elolvadni, tehát a, a nézzétek meg a, a, a jegybankjuk, tehát a, megduplázta a kamatot 20 ra és az orosz, a moszkvai tőzsde ki nyitott, mert buh, kész, bedöglött volna az egész, tehát innentől kezdve, lehet látni, hogy azért ne felejtsük el, hogy azért itt, 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 itt pár embert ítélünk meg, ugye ez itt a, a felső vezetés Putyinnal az élen, de igazából ott van az orosz nép, aki szenvedettől az egésztől, és ott nagyon-nagyon sokan vannak, akik verik is vállalni, kimennek, tüntetnek a háború ellen, mert ő nekik éppen most ugyanolyan ember, mint te vagy én, akik ki van szolgáltatva annak, hogy egy adott országba él, vagy éppen ott született, és azért annak az országnak az állampolgára, ez a sorsa. Viszont most, amiért megdolgozott, és összerakta a kis pénzét, bármit csinált, az innentől kezdve olvad el, és nagyon-nagyon durván esik ugye az orosz rubel. Természetesen az ukránok sincsenek jó helyzetben a saját pénzükkel, tehát ez mindenképpen megviseli a gazdaságot, és hogyha itt most tényleg a, a, az importtól elvágják Orosz, Oroszországot, azért lehet látni hogy a vagyonosabb oroszok is azért nagyon föllázadtak most ezzel az, az egész ellen, hiszen ők nekik megzárolták a számláikat, nem tudnak bizniszeket kütni, szóval most tényleg olyan szankciók jönnek, ez az egyedüli fegyvere a világnak, hogy ezt az egészet valahogy még csirájában megpróbálja elfolytani. Sikerül, vagy nem, ugye ezt nem lehet tudni, ezt Tényleg ritkán vannak ilyen helyzetek, amikor nekünk is most a kriptó egy kicsit, kicsit erről szól, mert igazából befolyásolja az egészet. Annak ellenére, hogy látjátok azt, hogy a bitcoin viszont gyönyörűen megy a többihez képest, mert ugyanis ami történik most, és szerintem most ezek a helyzetek azok, amik ha más nem rávilágítanak sok embernek arra, amiről ugye szkeptikusak az az egész bitcoin rendszerrel kapcsolatban, de meg kell érteni, hogy ez egy olyan decentralizált rendszer, amit 13 éve nem tudtak ilyen szempontból megállítani. Miért? Mert nem tudják, nem centralizált, nem tudják lekapcsolni. Viszont mit tudnak tenni? Hogyha te ott vagy Oroszországban, akkor el tudják venni a pénzelet, ami a központi rendszerben van. Tudják szabályozni, hogy mennyit vegyél ki. Gondoljatok be, hogyha befektetsz különböző ingatlanokba például. Most például Kijevben vannak ingatlanjaid, mert éppen azt mondtad, hogy, az milyen egy jó ötlet most még x évvel ezelőtt, hogy akkor majd megy fel az ingatlanár. Hát nem hiszem, hogy most éppen ez a helyzet. És abszolút nem mobil. És senki nem akarja most ilyen pillanatban ugye azokat <laughs> megvásárolni. És nyilván most nem gúnyos akartam rögni, csak most a helyzetet akarom, vagy. Hogy, 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 ami van érzékeltetni. Természetesen ott van akkor fiat valutával tartva a pénzt, amiről ma olyan sokszor beszélek tényleg ez a csatornán, amióta megalakult a csatorna tényleg 2020 tavasza óta, hogy, hogy az milyen értéktelenedés megy végbe. És ha egy-egy ilyen országban van, amit éppen egy, egy, egy válság súlyt most lást Oroszországot, ami éppen most ott történik azért, mert ugye háborúba ment, és így a szankciók vele szembe, akkor gondold meg, hogy a fiat valutád mit ér. Na most azok az oroszok, akik mondjuk tételezzük fel, bitcoinba tették mondjuk a pénzüket, azok nézzétek meg, hát igazából ö, még mindig ö, tartják ezt a, az egészet, úgyhogy ki tudja, mi lesz a rubel Oké, tudom, hogy egy lefelemened van most a, a, a bitcoin, de viszont ez a része, a volatilitás része, de a kriptópiacnak a része, ez eddig még mindig visszatért és ment felfelé, azért az orosz gazdaságot visszaállítani, az nem lesz egy kétperces folyamat. Tehát azért lehet látni, hogy, és arról nem beszélve, hogy decentralizált és mobil, tehát hogyha ha határt lépsz, és nézzétek most meg ezeket a számokat, több mint fél millió ember, Hagyta el már Ukrajnát, és természetesen, ugye jött akár hozzánk is, mi is segítünk neki Magyarországra, Szlovákia, Románia, vagy éppen a nem eu tagállam, ugye Moldova irányába, Lengyelország, ugye az a másik még, ahova természetesen mennek. Tehát, ugye belegondoltok, akkor ezek az országok természetesen most segítik őket, ami egy nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen itt ártatlan, sok ártatlan emberről van szó, értem ez akik nem tehetnek erről a háborúról, menekülnek a családok, a gyerekek szülők, tehát borzasztó azok az a képeket látni, és ha uh, belegondolunk abban, hogy akinek kriptóban van a pénze, átjön egy másik országba, és utána uh, igazából uh, újra tud uh, épülni, újra tud indulni, de hogy ott, ingatlanban volt a pénze, hogy ott volt a bankban a pénze, akkor az az ingatlan most nagyon-nagyon keveset ér, nem tud vele mit csinálni, nem tudja eladni, mert bőrönbe kellett menekülnie, és emellett még természetesen ott van az is, hogy, hogy a bank meg hiába egy zárolta a pénzt, kettő, az országnak a pénze, amiben tartja, lásd, rubel, hogyha az oroszokat nézzük éppen, vagy az ukrán pénzt, akkor onnantól kezdve az meg folyamatosan veszít az értékéből, de nagyon-nagyon drasztikusan. Szóval ez egy borzasztó helyzet, és itt, itt, szerintem sokaknak meg kell érteni, hogy, hogy ez miért, miért, fontos alternatívákat találnunk. Aztán nézzétek meg itt is, hogy, hogy igaz, hogy ez egy február 25-ei cikk, tehát azóta még több pénz valószínű, több mint egy millió dollár ment az ukrán hadseregnek bitcoinban támogatásként, hogy tényleg tudjanak ugye, hatékonyan vásárolni akár dolgokat és, is fellépni a támadás ellen míg mindenféle banki rendszer ugye blokkolva lehet, limitálva minden addig, ugye a, ugye Elon Musk is ott van, hogy Ukrajna számára próbálja az internetet folyamatosan ugye a műholdak segítségével segíteni, amit ugye tud, és nyilván ott van az internet, akkor tudnak egyébként kriptotranszakciókat is akár lebonyolítani. Nem azt mondom, hogy egy ilyen egyszerű dolog, hogy most akkor kriptóval ott, hogy tudsz rögtön kenyeret szerezni, de összességében, ha a, a, a bank zárója a számládat, és a pénzed lassan nem ér semmit, akkor az a még sehogy. Tehát nyilván a jövő zenéje, akkor is ez még nem kiforrott, akkor is abba az irányba megy, hogy tényleg egyre könnyebbek legyenek ezek a digitális fizetőeszközökkel, kriptókkal való ö, kereskedés, fizetés, és ha ebbe az irányba megyünk, akkor ezek a helyzeteket sokkal könnyebben lehet orvosolni. Tehát tényleg most egy olyan helyzet van, ami, ami nagyon teszteli hogy tényleg hogyan működnek a bankok, a fiat pénzek, a központosított rendszerek, és még sorolhatnám. És egyre többen ráébredt arra, hogy nem szeretném magam ennek száz kiszolgáltatni. Rendben, hogy tartok így is, rendben, hogy vannak ilyen befektetési, mert rend, oké, nem azt mondom, de hogy ne legyen más alternatívánk, látván, hogy mi történik a világban, az szerintem most egy kicsit luxus. Na jó, a következő hír viszont olyan szempontból egy pozitív hír, hogy az eBay és azon gondolkozik, hogy gondolkozik a ceo -ja be is jelentette, hogy hamarosan kriptós fizetési lehetőség lesz ott is. Tehát, ugye itt van a másik ugye e-commerce giant, óriás, az eBay, akinek a CEO-ja be is jelentette egy interjúban, hogy bizony a kriptó fizetést szeretnék lehetővé tenni abszolút a platformon. Látván az, hogy milyen nagy fejlődésen mennek keresztül a kriptót, Hát ott van a, a, a PayPal. Nézzétek meg az is, hogy tényleg bevezette a kriptót, és igazából úgy tűnik, hogy ez az út ilyen szempontból töretlen, ez a jövő. Aztán ott vannak az óriás cégek, lásd, akár a, 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 a metaverzumoknak köszönhetően ugye a Facebook metává váltott, és ebbe az irányba megy, de ez is valahol, ugye oda is az NFT világa, a kriptó világa lesz majd ilyen szempontból köthető. Tehát lehet látni, hogy egyre többen, egyre több nagyobb cég ebbe az irányba megy, és teljesen hogyha egy ilyen elkereskedelmi óriás is, egy piac tér, ott is megjelenik a kriptó, az még jobban mainstream fogja ezt az egészet tenni ugye ez a felfedezése a bitcoin fizetésekkel, integrációval ugye valahol májusban kezdődött a múlt évben, úgy, mint az NFT kereskedés, de úgy látszik, hogy ez most kezd a finishbe érni, és tényleg látvány, hogy egyre népszerűbb a kripto, akkor úgy van vele az eBay is, hogy akkor ők is szeretnék a kriptó fizetési lehetőséget abszolút, mint egy opciót felsorakoztatni. Oké, ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos hír, mert erről az egész, hogy minél több cég, minél több hely adottálja a kriptót, minél több helyen tudod használni, annál jobban fognak az emberek nyitni ebbe az irányba, és annál jobban fog ez a piac is nőni, a bitcoinnak a piaci kapitalizáció és az összes egész kriptónak úgymond a piaci kapitalizációja nő, és az nyilván annak árfejhajtó hatása van. A következő hír, pedig dél kóráról szól, akik metaverzum projektbe investálnak. A 2022-es év eddig úgy tűnik, hogy egyik hype -ja mindenképpen a metaverzumok lesznek. És itt van például már is dél korea aki ugye nem nemzeti szinten 187 millió dollárt fektet Metaverzum projektbe, mert úgy gondolja, hogy ez mindenképpen egy fontos lehet. Mindezt teszi azért, hogy ugye tudjanak ezek a, virtuális városok, virtuális edukáció és a média, ez mind fejlődni ebben a metaverzumban, mert ők is észrevették azt, hogy bizony ez itt van ha tetszik, ha nem, ha részt vesznek benne, hanem ebbe az irányba megyünk. A metaverzónak már számos alkalommal elmondtam, hogy vannak bőven veszélye is, de ennek ellenére a világ ebbe az irányba megy. És ez a Covid helyzet, ez a pandémia helyzet, ez, hogy elszigetetik az embereket egymástól, hogy a háborús helyzetben is ugye különböző megszorítások vannak. Egyre jobban abba az irányba visz minket, hogy a digitális térben próbálunk valahogy találkozni, valahogy így próbáljuk fölvenni a kapcsolatot, hogyha fizikálisan éppenséggel nem lehetünk ott a, akár a szereteinkkel, vagy éppen csak a szórakozást szeretnénk magunknak megteremteni, mert éppen kicsit szeretnénk kikapcsolódni, és ebben a metaverzumok ezek ugye, szerves részei lehetnek ezeknek a tevékenységeknek a jövőben, és úgy tűnik most, hogy akár a játékok oldaláról nézve, akár az edukáció oldaláról nézve a metaverzum előtt bizony vannak, van ennek jövője, vannak bőven lehetőségek, és például itt van dél is, aki ugye 187 millió dollárt investálnak most Metaverzum projektbe. Tehát ők is ebben látják valamilyen szinten a jövőt. Nos, ennyit akkor röviden akkor a hírekről. Most pedig akkor menjünk át a kérdezfelelek szekcióba. Ha pedig kérdezni szeretnél, akkor más dolgot nincsen, mint egyszerűen írsz itt a ugye, mindenkori aktuális videó alá, és én onnan szemezgetek majd, és hozom a kérdéseket, és persze nektek akkor ezáltal a válaszokat. Ne felejtsétek el, hogy továbbra is vannak Whatsappos, Kamu, BCB-s írások, erre mindig fölhívom figyelmet, nem én vagyok az jó. Tehát itt van az a szürke háttér a blockchain blog mögött, ez vagyok én, azok meg ezzel a logóval és nem tudom milyen névvel, valamikor ugyanezzel a névvel próbálnak szerepelni, de mindig ilyen whatsappos üzenet, meg majd küldjél pénzt, meg majd befektetés, nem, nem, ilyet a BCB nem csinál, mi egy edukációs platform vagyunk, tehát itt maximum saját döntésre vásárolhatsz képzést, vagy veszést a, a, a Patreon tagságban, de nem fogjuk forgatni itt a pénzelet, tehát azok nem, mi vagyunk soha nedőbe ezeknek, oké. Okay. Szia Attila, a kurzusodban említetted a Protomét, ugye ez az ingyenes kurzus, amit bárki letöltett magának, e, itt a link a videó alatt. A kérdésem az, hogy ha már megvan a meglévő trading kontóm, és most csinálok egy ilyen biztonságos e-mail címet, akkor elég, ha csak megváltoztatom az e-mail címet a platformon, vagy érdemes teljesen új kontót, regisztrációt, hitelesítést nyitni. Igazából e, ilyen szempontból elég, hogyha az e-mail címet kicseréled, hiszen ugye az e-mail címnek az a veszélye, hogy ha pláne, hogyha nem jó a, a valamit amit használsz, mindenhol azt használod, nem bonyolult jelszó. Tehát, hogyha a kevésbé biztonságos e-mail címet, amiben ide is regisztráltál, oda is, és mindenhonnan ugye kapod a különböző spemeket, annál jobban ki vagy annak szolgáltatva, hogy az feltörik, a feltörték az e-mail címet, akkor már ugye egy lépések közelebb vannak ahhoz, hogy valamelyik váltón ugye megpróbáljanak akkor bejutni és ugye elvenni a, a pénzelet. De igazából, hogyha e-mail címet váltasz, akkor az egy újabb, biztonságosabb dolog lesz. De emellett ne felejtsétek el a két lépcsős azonosításokat alapból mindenhol. Bonyolult jelszók, egy váltósra használunk még egyszer ugyanazt a jelszót, mint egy másik váltónál legyenek azok hosszúak, soha ne digitális módon, de hát ebben a kurzusban nagyon-nagyon sok mindent elmondok, hogy hogy mire figyeljetek. Ez azoknak van, akik kezdenek, még mire őt belevágnak a kriptóba, enélküldülés nélkül bele nem vágjam, mert lehet, hogy holnap nem lesz ott az a kriptó. Tehát nagyon-nagyon kell vigyázni a hacker támadásoknak, ki vagytok szolgáltatva folyamatosan. Szia Attila, amatőr kérdés lesz, de arra szeretnék választ kapni, hogy ha ledgerre kiteszem a koinjaimat, akkor lehetséges ezt tékelni, vagy azt ilyen esetben el lehet felejteni. Hosszú távra vásárolok, havonta és pusztán a tőkényereségből nem ö, vagyok nyugodt, látva a volatilitást. Sokkal nyugodtabb vagyok ha annak a tudása, hogy bárhol jár az árfolyam, koinjaim száma, oké, pont, 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 de hónapról hónapra nő, ugye a székelésnek köszönhetően. Szóval nem minden, de van számos ö, kriptovaluta, amit tudsz egyébként a Ledgerről stékelni, legyen az éppen akár az Ethereum, vagy pedig a Cardano, Polkadot, tehát van több is, nem mindent. Szóval van erre lehetőséged, ennek a listáját egyszerűen csak meg kell nézned, hogy azt az adott coin tudod-e. Kedves Attila, szeretném megkérdezni, hogy te Kanada vagy Ukrajnában élsz, és mondjuk befogyasztják a normál bankszámládat, akkor hogyan tudsz vásárolni magadnak egy kiló kenyeret úgy, hogy van számlád, nem kötözködni akarok, mert én is szeretem a kriptót, csak tényleg érdekel, hogy van-e ugye egy ilyen megoldás. Abszolút nem kötözködés, természetesen játszunk el ezekkel a kérdésekkel. Figyelj, először is az van, hogy ha van egy kriptóváltón, van, tehát a kripto.com-on tartasz mondjuk valamennyi pénzt ugye erre az esetre, hogy, hogy, hogy ott is legyen valamit, vagy éppen a Binance-en, akkor mind a kettőnek van kártyája, és ilyen szempontból, ha a bankszámládat be is fogyasztották, a kriptóvaluta váltón ugye azt tudod használni. Például nyilván tudom, centralizált rendszer. Aztán kicsit bonyolultabb a történet, de ugye P2P tranzakciók is, tehát felhasználó és felhasználó közötti tranzakciók is létrejöhetnek, csak nyilván ehhez egy másik félt kell találni, aki azt mondja, hogy már pedig én nem tudom, valamit adok cserébe a kriptódér. De ezek a helyzetek, hogyha a banki dolgok beleszek lesznek és lehetett látni, hogy például az első napokban Ukrajnában ugye megduplázódott igazából a volumen a kriptóvót a váltókon, lehet látni, hogy az emberek most már ugye alternatívaként gondolnak erre. Tehát ez csak időkérdése, hogy ez, 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 változzon, de tényleg most így bemész a boltba, én egyszerűen nem tudod, de mondjuk, hogyha több centralizált váltón tartasz kicsi-kicsi pénzeket, ami tudjuk, hogy nem olyan, mint hogyha hardware valóten tartanád, de arra akkor, akkor azoknak a kártyáival esetleg tudsz fizetni, hogyha a bankkártyádat magát éppen mondjuk korlátozták jelen esetben. Jó sok kérdést tesztek föl, próbálok nagyon sokra egyébként úgy írni és válaszolni, de egy párat tudok csak persze a videóban hozni, nem akarok több órás videókat készíteni de ezeket mindig a napi híreket próbálok benneteken frissen tartani. <kül> tényleg, hogyha ez nektek fontos, akkor nyomjatok egy lájkot, mert ez nekem is egy visszajelzés, és ez úgymond a bóra való, hogy akkor én napi szinten hozom, gyártom nektek ezeket a videókat, de hogy akkor tényleg ez a visszajelzés, hogy nektek is abszolút hasznos a dolog, amit én itt megvalósítok. Valamint természetesen iratkozzatok fel ide, mert tényleg minden hétköznap hozom a legfrissebb kriptovalutai blokklánc infókat, ami nélkül igazából nem nagyon lehet működni ebben a világban, már hogy nem az én infóim nélkül, hanem az infók nélkül ám blokk, viszont hogyha neked ez a csatorna szimpatikus, és magyarul szeretnéd ezeket hallani, akkor szerintem mindenképpen itt van a helyed. Nagyon egyszerű a dolog, feliratkozó gomb, összes, és már itt is vagy. Holnap pedig hozom a legfrissebbeket, mindenkinek szép napot, sziasztok!